Az, hogy mennyire van rá igény, azt talán az bizonyítja a legjobban, hogy néhány évvel ezelőtt egyik pillanatról a másikra, előbb 5000-ről 5500-ra, aztán 5500-ról 7000 példányra nőtt a példány számunk. Ez számomra azt bizonyítja, hogy egyre több gyerkőcöt érdekel az IRKA, ami egyébként jelenleg Kárpátalján az egyetlen magyar nyelvű gyermeklap. A szerkesztési feladatok közül számomra nyilvánvalóan az a legnehezebb, hogy kiválogassam azokat a tartalmakat, amik a mai internetes korban, amikor jóformán minden gyerek hozzáfér az internet adta lehetőségekhez, akkor olyan tartalmakat választak ki, amik számukra érdekesek lehetnek. Minden lapszám egy-egy adott évszak tematikájára épül, ennek mentén válogatunk verseket, meséket, kézműves foglalkoztatókat, és azért igyekszünk valamilyen szinten ehhez hozzászabni az ismeretterjesztő oldalak tartalmát is. Mindig gondolkodunk azon, hogy hogyan lehetne újítanunk. Az elmúlt években több új rovat is megjelent az IRKA-ban, illetve külcsíny tekintetében is történtek változások, és a 2020-as évben pedig a külső megjelenés tekintetében is lesznek majd változások, illetve mindig nyitottak vagyunk, és a gyerekeket is arra biztatjuk, hogyha van olyan ötletük, amit szívesen látnának az IRKA-ban, akkor azt írják meg nekünk, és mi szívesen teljesítjük a kéréseiket.